Az őszi fesztivál kísérő programjának részeként nyílt meg az a kiállítás, mely bemutatta a Kálvária kilátó és környékének átépítésére kiírt pályázatra beérkezett munkákat. Az átépítés terve tavasszal egy civil kezdeményezés hatására elindult kérdőív után vált közüggyé. Az ötletgazda ifjabb Máté István úgy nyilatkozott, örül, hogy ma Szekszárdon egy egyéni kezdeményezésből társadalmasítani lehet kérdéseket, és ezen keresztül valósulhatnak meg a fejlődést szolgáló ügyek. Nagyon hálás vagyok azoknak a pályázóknak, akik adtak be erre a programra pályaműveket. Ebből az látszik, hogy van lelkesedés az emberekben, érdemes ezt csinálni, érdemes nekivágni egy ilyennek. Lehet kisemberként csodákat tenni, hiszen ez egy olyan város, ez egy olyan közeg, ahol csodákat lehet tenni azáltal, hogyha összefogunk. Én kicsit azt éreztem, hogy ez hiányzik, és jó érzés volt ötletgazdaként, kisemberként úgy elkezdeni egy projektet, hogy abba sokan lelkesen és önfeledten vágtak bele, tulajdonképpen sokan szabadidőt és energiát nem kímélve. Én ezért ötletgazdaként nagyon hálás vagyok. A szekszárdi önkormányzat mellett működő gazdasági kerekasztal vezetője, Korcsmár István, látva a beérkezett pályamunkákat azt mondta, minden esélye megvan annak, hogy 2-3 éven belül a kilátó kiemelkedő turisztikai célállomása lehessen a városnak. Nem gondoltuk volna, hogy 12 pályázat érkezik be, és ebből a 12 pályázatból 6 igazán kitűnő mű. Nagyon érdekes, hogy az első 3 pályázat az gyakorlatilag más-más építési módokkal, de ugyanazt a gondolatsort követi. Én most már tényleg csak azon drukkolok, hogy valósuljon meg, és Szekszárd előnyére fog válni. Jövőre mindenképpen jó volna egy tervezési tendert kiírni, és utána következő 2 évben megvalósítani a művet. Tehát, hogyha van egy kis szerencsénk, akkor, ha jó számom, most ugye 21 van, 24 év végén ősszel minden Szekszárd élvezheti a Kálváriának a megújult látványát. Összetalálkozik a 2 generáció, a bölcsesség és a fiatalos lendület, és ez reménységgel tölt el, hogy bizony ebből az ötletből hamarosan lesz valami, és Szekszárd ezáltal gazdagodni fog. Mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, utalva arra, hogy a pályázat megvalósításában több generáció elképzelése és energiája is találkozott. Hodosi László tervező azt mondta, minden előzetes várakozást felülmúló pályamunkák érkeztek. Izgalmas feladat volt, sokszor találkoztunk olyannal, hogy hopp, erre én is gondoltam volna, és sok-sok olyan megoldás volt, ami viszont számunkra is újszerű volt, vagy ó, ez érdekes, támogatandó és jó ötlet volt. Egy vidám és látványos hely jön létre a Kálvárián, olyan, amely talán egy kicsit nyomot hagy a turistákban is, a vendégekben is, egyfajta emlékeztető jel marad, vagy egyfajta jel marad a szekszárdi tartózkodásról, és a szekszárdiaknak pedig az a hely marad, ahova mindig is följártak, ahol mindig is megtalálták azt az érdekességet, azt a látványt, azt a közösségi teret, amit kerestek, vagy amiért följöttek a Kálvária kilátóhoz.